Második alkalommal kerül megrendezésre a Nesmei nagy halfogó verseny, ami 96 órából áll, 21 csapattal indultunk idén. Ez a tavalyi évben egy mondhatni gyerekcipőben járó versenyünk volt, szerettük volna ezt megtartani a tavalyi évben 22 csapattal, sajnos nem jött össze, de az idejében talán a tavalyi év sikerein is alapulva jól megalapoztuk azt, hogy itt most már 21 csapat vesz részt. Ez egy 120 hektáron elterülő Duna mellékág, alul nyitott, és szeretnénk itt a természetes víznek a szépségeit bemutatni a horgászainknak. A tavalyi évhez hasonlóan idén is hajóforgalmi korlátozást kértünk a közlekedési hatóságtól a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében, és igyekeztünk horgászati tilalmat is bevezetni erre az időszakra, a verseny idejére. Minden csapatban minimális létszámként a két főt határoztuk meg, maximális létszámként három fő van meghatározva. Vannak olyan résztvevők, akik ketten, vannak akik hárman vesznek részt ezen a versenyen. Teljes értékű tagként szerepel minden horgász, négy bottal horgászhatnak végig a verseny folyamán. Csalik tekintetében nincsen megkötés és nincsen etetési limit, ugye nincs korlátozva az, hogy a csapatok mennyi etető anyagot, magot vagy esetleg bojlit használhatnak, ez teljesen rájuk van bízva. Ennek a Dunágnak az a érdekessége, hogy több helyen is összeköttetésben van az élő Dunával, tehát nem, semmiképpen nem egy holtágról beszélünk. Kimondhatjuk, hogy egy természetes vizen rendezünk ilyen nagyhalfogó horgászversenyt. Szerintem ez az országban egyedülálló kezdeményezés. Elég nagy területet kapnak a versenyzők. Ugye a túlparton a szervezők kijelölték azt a zónát, ahova lehet a bójákat állítani. 5 kiló fölötti halakat, kizárólag pontyot és amurt mérlegelünk. Elmondható, hogy nagyon-nagyon sok hal van mérlegelés alatt, tehát épp, hogy nem érik el az 5 kilót. Billing Norbival ülünk a 12-es helyen, és az első 24 órának a történéseitről szeretném megkérdezni Norbit, hogy hogyan sikerült, és információt adj légy szíves a horgásztársaknak, hogy sikerült ide érnetek az első helyre, ugyanis 46 kilóval ti vezetitek a versenyt 24 óra után, és 6 hallal álltok az első helyen. Mondjál néhány szót, kérlek. Hát igazából, amikor tegnap megérkeztünk, kipakoltunk, összerakottuk a csónakot, radart, bementünk, radaroztunk egyet, és különböző puklikat, illetve gödröket találtunk, ahol is bójáztunk, és ezt próbáljuk kihasználni a verseny során. Mondhatnál egy pár szót légy szíves a csaliról, hogyha nem titkos, jó, vagy esetleg a csalizási technikátokról, vagy az etetési módszeretekről, hogy bójára horgáztok, keresitek a helyeket, rakosgatjátok, vagy... Horgász, négy bottal horgászunk ugye, kettővel bójára, kettő pedig ilyen random horgászatot végzünk. Csalinak fűzött kukoricát, kiemelve Kill Bill pop-up-pal, vagy fokhagymás pop-up-pal, saját termékkel használjuk. Igazából ennyi a tük, és igazából a random helyekről jönnek. A tavalyi évben ugye a 12-es hely, sajnos a mederviszonyok és a vízállás miatt ki kellett hagynunk itt a versenyből. Mit gondolsz, hogy mi lehet ebben a pályában még, ugyanis vezetitek a versenyt, és hogy hogyan tetszik maga a helyszín? Ennek a helyszínen nagyon jó az adottságai, úgyhogy kényelmesen elférünk, nagy területet tudunk behorgászni, széles távokat tudunk húzni, a folyómeder is kiváló. A halak nem hagynak beszélgetni, és Norbieknek már kapás is van. Norbi, egyébként, hogyha jól emlékszem, fogtatok rengeteg nem mérhető halat is. Igen. Úgyhogy az első éjszaka 9 halat fogtak a Norbiék, ebből 3 volt, amit be tudtak adni 5 kiló fölötti halnak. Úgyhogy mozgalmas éjszaka volt. Most jön ki a kolléga a sátorból, mert szegény szeretett volna egy kicsit aludni így ebéd után, de hát így a halak nem hagyják őket. Jóval nehezebb dolguk van a versenyzőknek itt ezen az élővizen, a Dunán, mint mondjuk egy tavas bojli versenyen, hiszen itt
A verseny közben is a vízállás változik, mint ahogy változott is. Szerencsére csak egy 15-20 centit ment föl és ment vissza a víz. Ehhez alkalmazkodni kell. A meder teljesen egyenetlen. Több helyen is bevágás van kőgáton keresztül, illetve az alsó részén is az utolsó hely már szinte az élő Dunával találkozik. Ehhez mind alkalmazkodni kell. Nagyon jó fel kell mérni a terepet, hol vannak akadók, hol vannak gödrök. 4-es, 5-ös, 6-os gödrök is vannak ezen a Dunaszakaszon. Tehát jóval nagyobb, okosabb pecát vár a versenyzőktől ez a helyszín, illetve ez az adott tér, mert nem egy kijelölt tavon, rég megjelölt pontyokat fognak itt a versenyzők. Ezek az 5 kiló alatti halak sajnos mérlegelés nélkül mennek vissza, de legalább a csapatoknak a szíveit megdobogtatják. A versenyen a fő módszer, a behúzós módszer, amit a csapatok alkalmaznak, de nem zártuk ki azt se, hogy a nappali kapástalan órákban tudjanak esetleg metód szerelékkel is halat fogni. Sok csapat meg is próbálkozott vele, volt akinek sikerült is 5 kg fölötti halat fogni ezzel a módszerrel. Ezzel is igyekeztünk a versenyzőknek meghagyni azt a lehetőséget, hogy mindenféle módszerrel tudják kergetni az 5 kg fölötti halakat. Egyedülálló módon megpróbáltunk a csapatoknak oly módon kedvezni, támogatóink jó voltából, akik itt a kősziklás borászat, és ezúton is köszönjük nekik, és a Harcsavár halbolt. Próbáltuk úgy meglepni az első 10 fölötti pontyfogó csapatot, és az első 10 fölötti amúrfogó csapatot, hogy egy helyszíni vacsorával készültünk velük. Mennyit szoktatok vadvízre állni, petázni azokhoz képest? Mit láttok? Szerintem mindkettőnk nevében mondhatom, hogy maga a hely zseniális. Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó a szervezés. Szerintem biztos, hogy jövőre is itt leszünk. Kemhesznek a felé a felajánlás, a gesztus, hogy friss halálosító, illetve feldolgozott hallal foglalkozunk. És ezáltal a versenyt így próbáltuk meg támogatni, illetve népszerűsíteni a halfogyasztást, mert sajnos mindig hangoztatják, hogy keveset esznek az emberek, de azért, mert nincsenek kiszolgálva. És ez is megpróbáljuk ezt ezzel egy kicsit népszerűsíteni. Hát én úgy gondolom, vagyis nagyon bízok benne, hogy sikere lesz ennek a harcsafilének. Úgyhogy... Úgyhogy kocsítsuk egyet, srácok, és gratulálunk azért. Most már 3 hallal álltok, hogyha leszámítjuk azt az egyet, amit elengedtetek. Megérkeztünk a 10-es helyre, a Csőri Csali horgászbor csapatához. Ki megfogta ezt, úgy emlékszem, a keddi hajnalon. Ez egy 12.500 grammos amúr volt. Úgyhogy azon a hajnalon egyébként, úgy emlékszem, 4 vagy 5 amúr is kikerült. Úgyhogy itt csak fél órákon múlt, hogy itt megkapjátok a kősziklás által felajánlott borcsomagot, és Fülöp Sanyi és a Harcsavár halból tárt a felajánlott halvacsorát, úgyhogy adjuk is át a srácoknak. Jelképesen köszönjük. Gratulálunk. Köszönjük. Gratulálunk. Köszönjük. Gratul a srácok. Köszönjük. Keresztem. Köszi. Hova horgáztok? Hány bottal horgáztok? És hogy mi a csali? Hát első körben is, hogy hova horgászunk. Körülbelül 200 méterre horgászunk a folyás iránynak megfelelően lefele. Mert itt az átszakított gátnál elég nagy sodorvonal keletkezik, ezáltal elég nehezen tudjuk a szerelékünket ott tartani, ahol a megfelelő helyeket megtaláltuk a lebójázáshoz. Sajnos több bójánkat is ki kellett szedni most már, mert a megemelkedett
vízszint miatt 20-30-40 méterekkel is arrébb tolódtak a bólyák. Értelemszerűen a legtávolabbi ponton tudunk most jelenleg horgászni, és amit már hallható volt, igen, egy bottal horgászunk. Akármilyen hihetetlen is, de egy bottal horgászunk. De mondd, hogy miért, mert ugye van egy története. Sajnos igen, nincs több botunk. A horgászboltban már sajnos nem lehet kapni ezeket a Shimano Tribal botokat. Eltörtek, na jó, viccet félretéve. Találtunk egy nagyon jó helyet, egy jó akadós pályán horgászunk. Elég nehéz meghorgászni. Többé-kevésbé sikerül is. Több mint 20, 4 és 5 kiló közötti kisméretű pontyot sikerült már partra hoznunk. Egy 15, egy, ugye igen, ilyen fontos, hogy ugyanazzal a bottal. De a tavalyi... Ez az is, bocs, hogy közben vágok, akkor ez dicséri a vízkezelőt. Pontosan igen, szóval fölösleges is a négy bot használata, mert csak egy bottal lehet itt horgászni ezen a területen. Tavaly is így volt. Úgy néz ki, ez a pálya nekünk az egybotos horgászatnak kedvez, de igyekszünk. Hozzátéve 15 nagy halat sikerült már megakasztanunk, de sajnos partra hozni csak négyet. Úgyhogy próbálkozunk minél erősebb szerelékekkel. És a csali egyáltalán nem titok. Egy horog és egy kis etetőanyag. Mindezek mellé a legjobb termésünk, ami jövőre nagyon drága lesz. Egy kis kukorica. Itt vagyunk az ötös helyen, itt az Alibi Fishing Teamnek az egyes csapata. A srácok a mai reggel folyamán megfogták a versenyt, sőt a tavalyi és az idei verseny legnagyobb halát, egy 18 kg 180 g-os amúrt. Erről szeretnének titeket megkérdezni, hogy hogyan sikerült. 4 napja ugyanarra helyre tettünk már, különböző földmagokat szórtunk be etetőanyagnak, tigrismogyorolt, kukoricát, lepcét és búzát, és a horogra is ez ment tigrismogyoró, és ezzel sikerült megakasztani. Nagyon apró szöszmetölős kapása volt, én először mondtam a srácoknak, hogy ez egy keszeg lesz. Ja, ez egy tipikus amúr kapás. Keszeg lesz, és akkor húztam kifelé, mondtam, hogy ez egy 3 kilósnál nem lesz nagyobb hal. Jött a partig gyönyörűen szépen, és a partul egy ilyen 8-10 méterre csárgynak meglátta a szákját, akkor kirongyolt, de nagyon féltem is, hogy elmegy, életemben fogtam még ekkora halat. És akkor egy ilyen, 3-4 kirohanása volt ilyen jó 50 méterekre, és akkor te sikerült szépen a szákba terelni a halat. Az első csapat ugye jól elhúzott, ők most 158 kilóval állnak, hogyha jól emlékszem, 20 darab fogott hallal. És igazából itt a dobogós helyekért megy most már a küzdelem. Igen, az a célunk hát nekünk ugye is. Ugye itt 55, 54, 50 kiló, úgyhogy most egy ilyen 4-5-6 csapatnak van még beleszólása itt a dobogóért, úgyhogy nagyon várjuk az estét mi is szervezőként, izgatottan, úgyhogy küzdjetek. Megteszünk mindent. Szurkolunk nektek is, úgyhogy hajrá, srácok. Köszönjük szépen. Mivel a csapatok nagy távolságban helyezkednek el egymástól, szerettük volna őket közel hozni egymáshoz, ezért megkértük őket, hogy a versenyhivatalos Facebook oldalán folyamatosan posztoljanak tábori történésekről, esetleg nem mérlegelhető halakról.
Ezen kívül interaktív még a mérlegelés is, köszönhetően a támogatóinknak, ugye a Magyarországos Horgászszövetség nagyban segített minket a verseny lebonyolításban, és támogatott minket például díjazásban is jellegekkel. Megkaptuk azt a lehetőséget, hogy használjuk a MOSZ ranglistán, úgyhogy élőben követhetik a versenyzők is egymásnak a fogásait, és ezen kívül gyakorlatilag az ország peccásai is bármikor rá kattinthatnak a Neszmélyi Nagyhalfogó versenynek a jelen pillanatban zajló állására. Ezzel is próbáltuk így a versenynek a rangját emelni. Folyamatos kapcsolattartásban vagyunk a csapatokkal, egész nap mérlegelünk a halőri szolgálat munkatársaival. A mérlegelést éjfélig végezzük, azonnali mérlegelésként, és az éjszakai órákban éjfél után abban az esetben megyünk ki, hogyha a három darabot megfogta a csapat. Egyébként reggel 7-kor állunk neki a nagy mérlegelésnek, és megyünk végig a pályán. A csapataink egy SMS-sel jelzik nekünk, hogy fogtak egy 5 kiló fölötti mérlegelhető halat, és akkor igyekszünk mi minél hamarabb odaérni, hogy minél kevesebb legyen a súlyveszteség. Gyönyörű, teljesen egészséges halakat mérlegelnek általában a versenyzők, főleg pontyokat, de amurok is vannak szép számmal. A KEMHEZ törekvése szakmai szempontból, hogy minden 10 kiló fölötti pontyot, illetve 10 kiló körüli pontyot megjelölünk külön jelöléssel, és szeretnénk ezeket nyomon követni. Az első nap, a verseny első napján már fogtunk a korábban jelölt halak közül egyet, hogy növekednek, milyen növekedési erejét mutatnak, mivel táplálkoznak, esetleg azt is látni, illetve hogy merre vándorolnak ezek a halak. Egyes álláson vagyunk, az FNR csapatánál. Srácok, először vagytok itt a versenyünkön, mondjatok egy pár szót, hogy tetszik. Most így a végére elkezdték fogni szépen a halakat. Légy szíves, a helyet is mutassátok be, meg mivel horgáztok? Nagyon tetszik a hely, igazi vadregény. Sajnos nem sok helyen tapasztalható ez. Bedőlt fák, markáns törések, kagylópadok, túloldali fákat horgásszuk, meg a törés alját. Nagy részben bojlival, tehát golyóval pecázunk. Alakítottunk ki amúrnak is etetést. Egy amúrt sikerült fognunk, és pár darab pontyot. Hát a csapatoknál egyébként az jellemző, az alsóbb szakaszokon is, hogy rengeteg az, amit fognak 5 kiló alatt. Nem tudom, ti ezzel hogy voltatok, mennyivel találkoztatok körülbelül a verseny folyamán, ami nem mérős volt, mert ugye itt csak az 5 kiló feletti számít. Egy 6-8 darabbal, én úgy gondolom, annyi volt. Még annyit mondjatok el, légy szíves, hogy jövőre számíthatunk a jelenlétet. Szerintem mindenféleképpen itt leszünk. Ha Isten is úgy akarja, akkor lehet, hogy már két csapattal jövünk. Jó van, köszönjük, hogy itt vagytok, és érezzétek jól magát. Köszönjük szépen, nagyon jó a szervezés, tényleg. Úgyhogy le a kalappal előttetek, csak így tovább. Az esztergomis netizők csapatánál vagyunk. Srácok, meséljetek, hogy éreztétek magatokat. Harmadik helyen álltok, tavaly ti nyertetek. Mondjatok néhány szót, légy szíves, az itt eltöltött pár napotokról. Mivel fogtátok a halat? Hogyan jött? Melyik bójáról? Hosszúról, rövidről? Hát hosszúról jöttek a halak. Elég sokat kellett próbálkozni, mert megtaláltuk őket. Milyen mélységből tudjuk őket szedegetni. Első két éjszakánk az nem volt olyan fényes. De aztán utána, hál' Istennek, találtunk olyan helyeket, ahonnan sikerült elég szép halakat fognunk. Igen, azt ne felejtsük el, hogy csak az 5 kiló fölötti halak számítanak be a versenybe, de ti fogtatok azért 5 kiló alatt, nem is tudom, bőven ugye? Sokat talán 20 darab fölött fogtatok. Az a baj, hogy számításaim szerint 48 óra elment az apró hallag. Uh-huh. Simán. Igen. Ott elment. Jó volt, mert az első fél órában volt kapásunk. Utána jöttek, beindult, nem úgy, mint tavaly, hogy 48 óra keresztül sem, abszolút nem volt semmi. Most az ellentétje volt. Beindult, jól ment, de ennyi, 5 alatt, folyamatosan. Tehát azért szerintem egy 30 darab biztos volt. És akkor együtt szerintem az 50. 52. órában megjött akkor a kettő szép nagy. Próbáltunk szelektálni, kisebb-nagyobb sikerrel. És akkor most itt tartunk, harmadik hely. Mi nagyon örülni fogunk neki, hogyha a harmadik hely meg lesz. Mert ebben azért van munka. Nagyon hát ebben van. És nagyon szoros volt, az is elmondható, mert itt halanként változtak a pozíciók az utolsó. Sőt, az első hét, ugye, hogyha az első hét az olyan szoros, hogy néhány halon belül vannak most is. Itt, hogyha valaki még fog egy halat, az változhat. De jó, izgalmas volt, jó volt. Nagyon jó volt. Élveztük.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy jöttetek. Jövőre úgy is találkozunk. Jövünk újba. Köszönjük szépen. Köszönjük. Tízes csapatnál vagyunk, a Csöri-Csöri Horgászból csapatánál. Most zajlott le a reggeli mérlegelés, a fiúk megleptek minket egy 14 és feles pontja, és mellé még egy 17 kg 30-as, ha jól emlékszem? Igen. Pontja, úgyhogy légy szíves, meséltek egy pár szót itt a fogásokról. Világ. Mint ahogy már tudja mindenki, mi csak egy bottal horgászunk. Éjszaka folyamán nem túl sokat tudtunk aludni, de azt a kevés alvást azt úgy jó mélyen. Átlagban 2 óránként van egy nagyon jó kapásunk, ebből sajnos elég sokszor 5 és 4 kg közötti pontot sikerül csak megszákolnunk, de igyekszünk arra, hogy a verseny végére ebben a hátralévő 3,5-4 órában még egy jó nagy hajrát oda tegyünk. Néhány óra van hátra a versenyből. Most már elmondhatom, hogy 165 kilóval vezetítik a versenyt, nagy valószínűséggel meg is fogjátok nyerni. Norvi, légy szíves, mesélj az itt töltött időszakotokról, arról a rengeteg halról, amit fogtatok, mert végülis 21 darab halat fogtatok. Igazából szerencsések voltunk, mert nagyon jó helyet húztunk, kukoricát is használtunk ugye, fűzve, saját kukoricát használtunk, aromásított kukoricát használtunk, meglevegtetve a saját márkás papapjainkkal. És ti használtatok egyébként boilit? Már nem nagyon láttam, boilit, hogy ti csalisztatok volna boilival. Boilit nem használtunk, boilit nem. Kisebb wafterszeket használtunk, adott is halat. Amúgy az Án is adott halat, nagyon szépen. Na, hát ez a 165 kg azért magáért beszél, szerintem egy természetes vizen ez kiváló eredménynek mondható. Ez nekünk is nagy eredmény, mi is büszkék vagyunk rátok, és köszönjük, hogy elfáradtatok hozzánk egy marha jót versenyezni, mert tényleg mondhatom, hogy nagyon jó volt a hangulat, jó volt köztetek idejönni, mérlegelni, srácok nevében is mondhatom, hogy jól éreztük mi is magunkat, bár elfáradtunk, mert most adhatok rengeteg melót a tavalyhoz képest, úgyhogy gratulálunk nektek. Nagyon szépen köszönjük. És köszönjük, hogy jöttetek, jövőre is reméljük, hogy meglátogattok minket. Itt leszünk, köszönjük szépen. Köszi szépen. Köszi. Mindenkinek külön gratulálok, aki eleve végig horgászta ezt a 96 órát, ezt a 4 teljes napot. Én mindenképpen kiemelném, hogy a Duna megmutatta magát. Itt azért gondolkodó speca volt. Gratulálok nektek, hogy ezt végigcsináltátok, hát a helyezetteknek pedig külön gratulálok már most. Én szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy nagyon oda tették magukat szerintem. Mindenkinek, aki egy kicsit is tett, köszönjük a szponzoroknak a felajánlást. Kérlek benneteket, hogy vigyétek jó hírét a Komárom-Esztergom megyei Horgászszövetségnek, amennyiben úgy gondoljátok, hogy ez egy jó megmérettetés volt, hogy úgy gondoljátok, hogy szimpatikus az, amit a kollégáim, illetve hát mi próbálunk tenni. Ugye itt a Dunai Horgászok csapata az elején már nagyon belekezdett, a Norbiék nagyon elhúztak, de izgalmas, hogy végig tudtátok nézni a ranglistán, és figyelgettétek, nagyon izgalmas volt a vége. A verseny legnagyobb hala egy 18 kilós és 180 grammos amur volt, amit Keller Csaba fogott az Alibi Fishing 1-es csapatából, úgyhogy gratulálunk nekik. Ugye a dobogóért óriási küzdelem volt, 74.180 gramm kellett ahhoz, hogy valaki fellépjen a harmadik fokára, az a tavaly bőven meg lehetett volna nyerni a versenyt, és a tavalyi győztesnek sikerült idén harmadiknak lenni, aki az esztergomi netizők csapata. Gyertek, légy szíves, fiúk! Nektek 11.600 grammos pont volt a legnagyobb halatok. Második helyezett 83.220 grammal a Csőri Csali Horgászból csapata. Egy botta. Gratula! És akkor amiért jött mindenki,
de csak egy csapat nyerhette meg. Az első helyezett lett idén a Dunai Horgászok egyes csapata. 165 kg és 55 g-os összfogásukkal. Nagyon ügyesek voltak a fiúk. Minden ilyen megmérettetés, verseny vagy rendezvény azt gondolom, hogy a horgászsport ünnepe. Tehát azt gondolom, hogy ez Komárom-Esztergom megyei horgászok, vagy akár a Horgászszövetség számára egy nagyon fontos esemény. Talán mondhatjuk, hogy az idén az egyik legfontosabb esemény volt. Mi sem bizonyítja jobban, hogy kezdenek ismét élő vizeink feléledni, és hogy tavalyhoz képest is sokkal nagyobb, sokkal több halat fogtak, illetve hát azért a számok is azt mondják, hogy a komáromi hittől ugyebár a Szobi révig ellenőrizzük mi, illetve hát felügyeljük a Dunát, hogy idén azért jóval több halat fogtak akár, mint tavaly, azért köszönhető ez a nagyfokú telepítésnek, illetve hát nyilván, hogy azért a környezetvédelem utánpótlás nevelés is azért megteszi a hatását. Jóval több horgászunk van évről évre, szerencsére. Elmondhatjuk magunkról, hogy élmezőnyben vagyunk minden évben a letett horgászvizsgák számában, tehát azt gondolom, hogy egy pesdülés következett be az előző években. A jövő évben is meg fogjuk rendezni a Neszmélyi Nagyhalfogó versenyt, immár a harmadik alkalommal. Mindenkit szeretettel fogunk várni. Előre láthatólag február tájéken fogjuk írni a versenyt. Minden évben szeretnénk egy kis újítást belevinni a versenybe, már vannak is erre ötleteink, úgyhogy szeretettel várunk titeket, figyeljétek a KEMHEZ Facebook oldalát!